Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt az aktuális című adásunk, és tisztelettel köszöntöm a vendégünket a vonal túlsó végén, Pogácsa Zoltánt, közgazdászt, szociológust. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Az első témánk pedig a német gazdasághoz való kötöttségünk lenne. Ugye, amíg halad a szekér, addig általában senki nem firtatja, hogy ennek mi az oka. Amikor egy picit döcögössé válik az út, akkor pedig mindenki elkezdi figyelni azt, hogy vajon mi történik, és mi az oka annak, hogy nem úgy mennek a dolgok, ahogy mi szeretnénk. És ahogy az elmúlt időben több interjút készítettem, akár a gazdasággal kapcsolatban, akár Németországgal kapcsolatban, többen felvetették azt, hogy túlságosan is kitett a magyar gazdaság a német gazdaságnak, és hát a német gazdaság számai most nem a legjobbak. Szeretném először is a véleményét kérdezni azzal kapcsolatban, hogy a magyar gazdaságnak a szerkezete, hogy ennyire úgymond német kitett, vagy német gazdaság kitett, ezt lehetette volna másképpen csinálni, illetve közgazdászként mit gondol erről, mennyire kockázatos, mennyire volt ez úgymond bekalkulálva a mi gazdaságunkba? Hát mivel Németország a legnagyobb gazdaság Európában, ezért önmagában elkerülni nagyon nehéz, és ez igazából nem csak Magyarországra jellemző, nagyon erősen jellemző a komplett visegrádi térségre, de egyébként az egész Európai Unióban a legtöbb országnak alapvetően Németország a meghatározó kereskedelmi partnere. Hogy lehetett volna ezt másképp csinálni, ezt ma már nagyon nehéz megmondani, nagy valószínűséggel nem, hiszen a rendszerváltás környékén azért még nem volt olyan szinten a globalizáció, mint ma, akkor még inkább a kontinentális méretű integrációk domináltak, de egyébként ez már enyhül Magyarország esetében. Tehát azok a befektetések, amelyekről itt nagyon sok vita folyik a napjainkban, tehát kínai, koreai autógyártás, akkumulátorgyártás, ezek azért oldják Magyarországnak ezt az erős függését, vagy egyoldalú függését Németországtól, tehát egy pár év múlva, amikor mondjuk már a szegedi BYD gyár, vagy a debreceni CATL, egyéb más koreai, japán, stb. Gyártók is elkezdik a termelést, akkor azt hiszem, hogy ez a nagyon erős egyoldalú függés a német gazdaságtól Magyarország esetében csökkenni fog. Amikor a német gazdaságnak a negatív számait látjuk itt az elmúlt időszakban, mely visszaesését, de hát majd kijavít, hogyha rossz fogalmakat használok, akkor legtöbbször a járműiparnak az adataival próbálják meg ezt alátámasztani. Egyébként ez azt is jelenti, hogy a német gazdaság az főleg erre az iparra, tehát a járműiparra van ráállva, és ezt azért kérdezem, mert ugye sokan beszélnek a diverzifikációról, hogy a gazdaság nem lehet egyoldalú, vagy úgymond fejnehéz, tehát, hogy egy iparon múljon úgymond az, hogy milyen számokat produkál, de ha a német gazdaság mondjuk a járműiparra van támaszkodva, akkor ez azt jelenti, hogy még egy ekkora gazdaságnak is kihívást jelent ez? Ezt nem mondanám, hogy a német gazdaság ne lenne diverzifikált, hiszen azért egy ekkora gazdaság ennyi emberrel és ilyen fejlettségi szinten nem tud már csupán egy ágazattól függni, tehát azért a német gazdaság nagyon-nagyon sok minden termel és exportál. A helyzet inkább úgy áll, hogy az autógyártás az egy húzó ágazata volt mindig is a német gazdaságnak, ugye ne felejtsük el, hogy magát az autót is tulajdonképpen német emberek, német feltalálók kezdték el fejleszteni, gyártani hát egy több mint 100 évvel ezelőtt, és hagyományosan a német autóipar az egy erős ágazat, és hogyha ez az ágazat egy kicsit rosszabb helyzetben van, vagy akár jelentősen rosszabb helyzetben van, mint most, akkor az meglátszik a német számokon. Ez nem kell egyedüli ágazatnak lenni, pontosan elég, hogyha egy ágazat nagy bajban van. Itt most ugye konkrétan azt éljük át, hogy az elektromos autók forradalmát nem tudta a német autóipar elég gyorsan venni. Tehát egy ilyen 5-6 évvel ezelőtt, amikor a német autógyártók terveit láttuk, akkor az volt benne, hogy majd egy szép fokozatos átállás 15-20-25 éven belül. És közben az történt, hogy a kínai autógyártók azok nem 15-20-25 éves távlatban gondolkodtak, hanem gyakorlatilag egyetlen évtized alatt elkezdtek olyan szinten exportálni,
hogy ma már az Európai Unióba is, és az Amerikai Egyesült Államokba is meghatározó tényezővé válnak, és egész egyszerűen érdekes módon technológiailag kezdik leelőzni a német autógyárakat, elsősorban az akkumulátor szempontjából, tehát az akkumulátor a lelke egy legfontos autónak, és a kínai autóipar, és ezen belül főleg az akkumulátorgyártás, az olyan előnyre tett szert, hogy iparági szakértők szerint ma már 5-6 éves előnye van, mondjuk egy CATL-szerű gyárnak, a más gyártóknak is, tehát egyszerűen nem tudott olyan gyorsan akkumulátor technológiát fejleszteni a német autóipar, és egy kétségbe esett kapkodás van, ami nem segít, hogy a német kormány gyakorlatilag ilyen költségvetési konzervativizmusból visszavont egy csomó támogatást, ami elősegítette volna a német autóipar fejlődését. Mondok egy példát, tehát az, hogy a kiegyensúlyozott költségvetés dogmatikus üldözése, ami ugye főleg a liberális politikai partnernek köszönhető a német jelzőlámpa koalícióban, tehát ott egy szociáldemokrata zöld liberális koalícióban, és a liberális pártok mániája a kiegyensúlyozott költségvetés, ami hát első, de jól hangozhat valakinek, aki nem ért a közgazdaságtalhoz, de valójában a kiegyensúlyozott költségvetés bármennyire is ösztönösen úgy hangzik, hogy ez egy jó dolog, nem mindig jó dolog. Történetesen itt azzal járt, hogy például az elektromos töltők támogatását gyakorlatilag megszüntette a német kormány, és egy csomó más támogatást, ami segíthette volna a német autóipar átállását az elektromos autókra. Szóval ilyen problémák miatt van nagy bajban a német autóipar, és nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a történetnek a vége. Akár az is előfordulhat, hogy egy gazdasági átalakulás következik ebből? Tehát az autógyártás területére gondolok, a járműiparra gondolok, mert ugye a mobilok esetében láttuk azt, hogy aki nem tudta felvenni a versenyt például az okos mobilokkal, tehát ez szinte el is tűnt. A mobilgyártás nagyon jó példa, ugye volt egy időpillanat, amikor majdnem kétharmadát a mobiloknak a Nokia gyártotta. Manapság már senkinek nincsen Nokia telefonja, és egyszer megjelentek a kínai gyártók, és aztán volt egy olyan időpillanat, amikor az iPhone kivételével a top 5-ba gyakorlatilag csak kínai, koreai gyártók jutottak be. Ezt mesterségesen kellett az Egyesült Államoknak tönkretennie, tehát ez különböző szankciókra és vámokra volt szükség, hogy ez kicsit korlátozza az Egyesült Államok. De ugyanezt el lehet mondani mondjuk a zöld technológiák esetében is, tehát mondjuk 10 évvel ezelőtt, amikor megjelentek a kínai szolárpanelek, geotermikus pumpák, hőpumpák és egyéb más ilyen zöld, fenntartható energia termékek, akkor ugyanez a kétségbeesés volt. Az Európai Unió bevezetett egy csomó vámot, korlátozást, és 10 évvel később mit látunk? Ugyanúgy a kínai termékek dominálnak, tehát nem sikerült meg, ezekkel az eszközökkel sem megtörni a kínaiak rendkívüli versenyképességét. Hasonló helyzet van mondjuk gyorsvasút esetében, ötödik generációs mobil telefonálás esetében. Tehát egyre több olyan technológia van, ahol Kína vezetővé válik, és a nyugati országok kétségbe esett kereskedelem korlátozásai, amik ugye szembe mennek az elmúlt évtizedek, vagy hát majdnem az elmúlt évszázad szabad kereskedelmi logikájával, ideológiájával, tehát hirtelen, amikor nem a nyugat a legfejlettebb technológiában, akkor hirtelen szkeptikussá válik és elfordul a szabadkereskedelemtől, de még ezek sem tudják megtörni a kínaiak technológiai versenyelőnyét. Visszatérve akkor a magyar gazdaságra, csak egy mondat erejéig, hogyan tudja jelen állapotában, jelen helyzetben valahogy kimozogni, úgymond a magyar gazdaság azt, ami történik, ami ugye, ha jól értelmezem, akkor azért egy nemzetközi gazdasági, esemény sorozatnak is a következménye. Én ebből a szempontból egy óriási esélynek látom azt, hogy a kínai, koreai autógyártók, akkumulátorgyártók beruháznak Magyarországon. Tehát az, hogy itt megjelentek a CATL-ek, a BYD-k és egyéb más cégek, tisztában vagyok ennek a hátoldalaival, tehát látom a problémákat, az alacsony hozzáadott érték, a környezetszennyezés, tehát nem vagyok naív, itt csomó problémával állunk szemben, de ezek igazából a mi saját problémáink.
ezt Magyarországnak kellene megoldania, de önmagában az, hogy minket választanak kínai, koreai, japán autógyártók, akkumulátorgyártók, ez szerintem egy esély arra, hogy Magyarország oldja ezt az egyoldalú függését Németországtól, és rácsatlakozzon egyrészt a kínai gazdasági térfoglalásra, kínai technológiákra, és másrészt pedig a zöld forradalomra, tehát hogy egy aktív résztvevője legyen a, és hogyha ügyesen csinálná Magyarország, akkor még technológiai innovátorként is el tudnám képzelni, hogy egy ilyen harcosává válhatna a zöld átmenetnek. Sajnos hát ennek egyelőre nem látszanak a jelei, hogy Magyarország ebben bármi másként, mint ugye a német gazdasággal kapcsolatban is alapvetően mi egy alacsony hozzáadott értékű összeszerelő üzemként vettünk itt részt az elmúlt 30 évben. Sajnos én nem nagyon látom a jeleit, hogy a kínai, koreai technológiára mi másként csatlakoznánk rá, de tudnánk egyébként, tehát hogyha ügyesebbek lennénk, akkor itt következő 5 évben óriási esély adódna arra, hogy Magyarország nagyot ugorjon előre. Rátérek akkor az Európai Unióra, ugyanis az európai gazdaság felől is érkeznek negatív hírek, és nyilván eddig is mondták azt, hogy a német gazdaság egyébként az Európai Uniónak a motorja, vagy az Európai Uniós gazdaságnak a motorja, és ha ott gondok vannak, akkor ez kifoghatni az egész Európai Unióra. Erről is szeretném kérdezni a véleményét, hogy meddig maradhat ez így, illetve, hogy milyen megoldások kínálkoznak Európa számára, mert látszik egyfajta politikai nyomás is, ha úgy tetszik. Előbb is már említette Amerikát itt a mobilokkal kapcsolatban, hogy milyen szankciókat, nyomás, gyakorlást vetett be, hogy megállítsa a kínai terjeszkedést. Hát ugye itt most Kína, mintha versenyezne, és Amerika is egyébként Európáért, illetve hát Amerika inkább csak, mintha megmondaná azt, hogy mondjuk mi ne legyen itt, és kevesebbet hallunk arról, hogy mi legyen itt. Hogyan látja ezt a jövőben, és azt, hogy hogyan reagálnak erre egyébként az európai gazdasági szereplők? Hogyha én ezt egy globális perspektívából nézem, akkor inkább úgy látom a kérdést, hogy itt egy amerikai-kínai rivalizáció van. Európa inkább egy ilyen fudottak még kategóriája. Ha Amerikáról beszélek, akkor persze csatolt részeivel együtt, tehát alapvetően az amerikai technológiának egy effektív lerakata van Tajvanon. Gondolok itt például a TSMC nevű chipgyártóra, ami a high-end chipeknek a 95%-át gyártja a világban, és a maradék 5%-ot pedig a koreai Samsung gyártja, dél-koreai természetesen, és hát ezek mind az Egyesült Államoknak a vertikumába tartoznak. De tulajdonképpen itt egy ilyen amerikai, tajvani, koreai blokk áll szembe egy kínai versenytársal. Európa itt nem sok vizet zavar. Ezzel az történt, hogy az elmúlt mondjuk 20 évben gyakorlatilag az európai elektronikai gyártók azok így kirúgozottak a versenyből. Tehát egy 20 évvel ezelőtt azt mondom, hogy számítógépek, laptopok, csipek, stb. Akkor még versenyben voltak európai gyártók, még tudtunk volna mondani európai elektronikai cégeket. Ma hát nagyon-nagyon nehéz, hogyha valaki nagyon ismeri az iparágokat, akkor mondjuk mondaná ilyesmit, hogy álszemel, de ez egy nagyon ezoterikus cég. Ezen kívül gyakorlatilag a high-end elektronikai chipgyártásban az Európai Unió nincs ott. Most mindenki azon dolgozik, itt egy nagy verseny van, chipháborúnak hívják ezt, hogy ki fogja a következő 10-15 évben a legmodernebb, legfejlettebb, leggyorsabb csipeket csinálni. Ennek ugye köze van a mesterséges intelligencia működtetéséhez is. Tehát alapvetően az Egyesült Államokban ott van az Nvidia nevű grafikai csipgyártó, akinek a csipjeivel a mesterséges intelligencia nagy része táplálkozik. Ez egy óriási előny az Egyesült Államoknak. Mondom, az amerikai Orbitban ott van Taiwan és a TSMC. Egyelőre az amerikaiaknak van egy versenyelőnye, de a kínaiak elképesztő pénzeket költenek arra, hogy a saját csipjeiket, processzor csipjeiket, grafikai csipjeiket és felhő csipjeiket elkészítsék, és egyre versenyképesebbet.
És hát igazából Európa meg itt lemaradt, tehát nagy valószínűséggel Európának arra kellene koncentrálnia, hogy az autóiparát megsegítse, az elektronikai iparát megsegítse, tehát azokat az iparágokat, amiről ma a 21. század első felében a világgazdasági verseny szól, ehhez viszont sokkal-sokkal többet kellene investálni az Európai Uniónak technológiába, iparpolitikába, mint tette eddig. Na hát és itt jön a feszültség, mert többen azt mondják, hogy a Green Deal program, amelyet az Európai Unió kitűzött maga elé, ez lassítja vagy gátolja valamilyen szinten az európai gazdaságnak a fejlődését, és nem lehet egyszerre zéró széndioxid kibocsátást is elérni, és egyszerre azt, hogy növekedjen a gazdaság. Kíváncsi vagyok, hogy ezzel kapcsolatban mi a véleménye. Most a projekt szindikétben megjelent egyébként egy cikk azzal kapcsolatban, hogy új iparfejlesztési alapot kell létrehozni az Európai Uniónak, hogyha nem akar teljesen lemaradni. Hogyan lehet ezt összeegyeztetni a környezetvédelmi elvárásokkal? Pontosan az lenne a feladat, hogy az Európai Unió fektessen be azokba az iparágokba, amelyek a jövő technológiáját jelentik. Én ugye itt említettem eddig az autógyártást, de az autógyártásnak nyilvánvalóan az elektromos változatát. Említettem a chipgyártást, és hát a harmadik ilyen lenne bizony a fenntartható energiaiparágak, és itt nincs ellentmondás, tehát hogyha az Európai Unió, ami ezen a területen egyébként tényleg világvezető, tehát hál' Istennek pont ez az az iparág, amiben még nagyon jók vagyunk, főleg az észak-európaiak, németek, tehát különböző olyan zöld technológiák, szélturbinák, stb. Geotermikus, amelyben az európaiak élen járnak. Ha ezeket fejlesztenénk és exportálnánk a világ többi részére, akkor egyszerre tudnánk jót tenni a Földnek, és az európai gazdaságot előre mozdítani. Tehát a zöld átmenet sem egyáltalán nem a gátolója Európa fejlődésének. Pont az a baj, hogy nem elég gyorsan megy a zöld átmenet, inkább felgyorsítani kellene a zöld átmenetet, mint belassítani, hogyha Európa a jövőbeli helyét el akarná foglalni mondjuk a világgazdaság három nagy szereplője között, és nem pedig lemaradni szeretne. De őt ott a német gazdaság, ahol ennek a, úgymond az oltárán, most ugye bezártak atomerőműveket, közben úgy tűnik, hogy a szénbányászat felé is kellett újra nyúlniuk, tehát hogy azért gondolom, hogy ezt a fajta átállást, zöld átállást nagyon megfontoltan, átgondoltan, józanul kell megcsinálni. Ezt nagyon sokat mondják ezt az érvet, de ez egy totális tévedés. Tehát ugye azért kellett a szén erőműveket idéglenesen megnyitni, mert ugye Oroszország elfoglalta Ukrajnát, és ugye az északi áramlatot pedig felrobbantották. Tehát ez egy átmeneti probléma volt, ma már vezetik ki ezeket a szén erőműveket Németországban, lassan semmi nem maradt belőlük. Tehát egy rövid időre valóban újra nyitottak szénbányákat, de ez egyáltalán nem egy hosszú távú stratégia, ez egy kényszerhelyzet volt, amit az orosz invázió hozott létre. Semmilyen probléma nincsen azzal, hogy hosszabb távon Németország folytatja az zöld átmenetet. Nyilvánvalóan ez a világ jövője, tehát abban a globális klímaváltozásban, ahol hónapról hónapra dőlnek meg a melegrekordok a világon, és Magyarországon is, és Európában is, azt gondolom, hogy felelőtlenség bármi, ami nem a minél gyorsabb zöld átmenet irányába megy. Tehát ezek az érvek, hogy a németek elrontották a zöld átmenetet és szénerőműket, ez egy két évvel ezelőtti történet, ma már egészen más a helyzet. Még egy kérdésem lenne azért itt azzal kapcsolatban, hogy Európa hogyan tud talpra állni gazdaságilag, már csak azért is, mert éppen, hogy az orosz-ukrán háború kitörése óta több tagállam úgy döntött, hogy többet fog költeni honvédelemre, fegyverkezésre is, és ezzel kapcsolatban ilyen, hát brutális összegek jelennek meg. Nyilván nem tudom, hogy ez gazdaságilag pontosan mit jelent, de látszik az, hogy a fegyverkezésre egyre többet fognak valószínűleg költeni, és akkor most nem sorolnék itt adatokat. Ezt hogyan látja, hogyan lehet beilleszteni a gazdaságba? Ez jót fog tenni egyébként az európai gazdaságnak, vagy éppen, hogy picit visszaveszi és a hangsúlyokat eltolja? Hát ugye erre szokták azt mondani a keynesiánus közgazdászok, hogy milyen érdekes az, hogy amikor pénzt kérnénk oktatásra, egészségügyre, zöld átmenetre, akkor mindig az a mondás, hogy nincs pénz, költségvetési fegyelem kell.
amikor pedig fegyverkezésre kérnek pénzt, akkor mindig van pénz, érdekes módon. Hát rövid távon nyilván jót tesz a fegyvergyártóknak, tehát az orosz invázió után látszott, és minden nagyobb nemzetközi konfliktus esetében látszik, hogy megugrik a fegyvergyártóknak a tőzsdei értéke. A nagy kérdés, hogy ezek a fegyvergyártók, ezek európai fegyvergyártók lesznek-e, vagy mondjuk Amerikából, vagy más országokból importál-e Európa fegyvereket, tehát rövid távon, ha ezek európai fegyvergyártók, akkor akár jót is tehet a gazdaságnak, hiszen felpörgeti a gazdaságot. De ha hosszabb távon ez oda vezet, hogy egy fegyverkezési verseny épül ki, akkor ez egy önbeteljesítő proféciaként előbb-utóbb harmadik világháborúhoz fog vezetni. Tehát én egyáltalán nem tartom kizártnak azt, hogy gyakorlatilag egy harmadik világháború erőestéjén vagyunk, hiszen az első és a második, főleg a második világháború sem úgy dőlt, tört ki, hogy egyszer csak deklarálták, hogy most van a második világháború, innentől ez a második világháború, hanem emlékezzünk rá, ott volt Csehszlovákia bekebelezése, Anschluss, Manchúria, tehát rengeteg kisebb regionális háború fajult egy idő után egy világháborúvá, és most is ezt látjuk, hogy egyre több ilyen regionális háború, egyre fokozottabb fegyverkezés, amiből utólag mondtuk azt rá, hogy ez egy második világháború. Tehát én nagyon félek attól, hogy a felfokozott fegyverkezés az egy önbeteljesítő proféciaként oda fog vezetni, hogy megint tönkre fogjuk tenni a kontinensünket, újra és újra és újra ezt csináljuk. Tehát minden ilyen 30-40-50 éves fejlődési eredményt ezt tudtuk túllázni időnként Európában azzal, hogy utána leromboljuk, amit több generáció felépített. Tehát rövid távon fegyverkezés felpörgetheti a gazdaságot. De ez hosszabb távon háborúhoz vezet, akkor nyilvánvalóan ez nagyon rossz. Így van, és hát ha nem haragszik, én azt kívánom, hogy ne legyen igaza. Még lenne egy kérdésem azzal kapcsolatban, megjelent egy külföldi labban, a Financial Times labban az, hogy a magyar családpolitika összeomlott, a magyar család támogatási politika, és nem működik. Ugye erről a családpolitikáról, családtámogatási politikáról hallottuk itt az elmúlt években, hogy még külföldön is csodájára járnak, mert hogy milyen innovatív elemeket tartalmaz. Na most úgy tűnik, hogy ezzel kapcsolatban azért a buzgalom egy picit alább hagyott, és többen úgy látják, hogy nem igazán működőképes ez a modell. Kíváncsi lennék, hogy gazdaságilag ön hogyan látja ezt a modellt. Itt ugye összehasonlítják egyébként ebben a labban a honvédelemre szánt összegekkel azt, hogy mennyit szánt a kormány családtámogatásra. Ez is egy kérdésem lenne, hogy lehet-e ezt a kettőt összehasonlítani? Hát természetesen bármit bármivel össze lehet hasonlítani. Én két dolgot mondanék. Egyrészt fejlett országokban soha senkinek nem sikerült érdemben megfordítani a gyerekszám vállalások csökkenését. Időről időre átmenetileg lehet kisebb növekedést elérni, de már középtávon is igazából semmilyen fejlett országnak nem sikerült ezt megfordítani, de egyébként ez egyáltalán nem baj. Tehát én visszalépnék oda, hogy miért is kell pontosan nagyobb gyerekszám. Tehát szerintem ez egy nagyon közkeletű tévedés, amikor hát egyrészt valaki azt gondolja, hogy egy ország erejét a lélekszáma adja meg. Hogyha ez így lenne, hogy menjünk el mondjuk Luxemburgba, Svájcba vagy Szingapurba, és próbáljuk meg nekik elmagyarázni, hogy a nagyon sok ember tesz erőssé egy országot. Hát ezen mosolyognának, nagyon kicsi országok, de nagyon-nagyon erős és nemzetközi kisugárzással bíró fejlett és gazdag és sikeres országok. Hogy menjünk el Nigériába és Bangladesbe, és magyarázzuk meg nekik, hogy a sok ember tenné sikeressé ezeket az országokat. Ezek túlnépesedett országok, és sem egyetlen nem gondolják, hogy a nagy gyerekszám vagy az emberszám tenne sikeresség gazdaságot, szóval nincs ilyen megfelelés, hogy több ember az egy sikeresebb ország. Tudom, hogy ilyenkor jönnek azok az érvek, hogy el kell tartani az időseket, de ez is egy ilyen tévedés. Tehát alapvetően gondoljunk bele egyetlen egy dologba, ugye az idősek száma, hogy az eltartási ráta, ami ugye az idősek és a fiatalok aránya, az sokkal lassabban változik, mint a termelékenység. Tehát amit az idősek eltartása kapcsán szoktak gondolni, ott nem szokták figyelembe venni,
hogy a termelékenység, azaz, hogy mennyi értéket termel meg egyetlen fiatal dolgozó, az exponenciálisan növekedik. Ez sokkal gyorsabban növekedik, mint az a, annak a rátának a romlása, amit az idősek eltartási rátájának szoktunk nevezni. Magyarul egyáltalán nem igaz az, hogyha egy országban nincs elég gyerek, akkor nem fogjuk tudni eltartani az időseket. Arról nem is szólva, hogy természetesen lehet változtatni a nyugdíjrendszerek paraméterein is, lehet növelni, emelni a nyugdíjba meneteli korra, tehát ahogy az emberek egyre egészségesebbek és tovább élnek, nőnek a bérek, nőnek az arány, tehát nőnek a termelékenység, tehát ez is nincs időm kifejteni, de ezer sebből vérzik az az elképzelés, hogy az olyan egyszerű lenne, hogyha nincs elég gyerek, nem fogjuk eltartani az időseket. Szóval egyáltalán nincs szükség több gyerekre, a világ túl népesedett, tehát vannak olyan számolások, ami szerint nagyjából 3-4 milliárd embert tudnánk eltartani fenntarthatóan, hogyha a klímaváltozásra tekintettel lennénk. Magyarországnak nem az az érdeke, hogy itt minél több gyerek legyen, azokat a pénzeket, amiket erre költöttük, azokat arra kellett volna költeni, és kellene ma is, hogy egy jó oktatási rendszert hozzunk létre, egy jó egészségügyi rendszert, szociálpolitikát, közösségi közlekedést, hogy azok a gyerekek, akik megszületnek, és már megszülettek, és meg fognak születni, na azoknak legyen sok tudása, jó béreik, jó munkahelyük, magas hozzáadott értékű szakmájuk. Igazából sokkal inkább a termelékenységbe és a tudásba kellene fektetni a már megszületett és ténylegesen megszületendő gyerekeknek, mint hajkorászni ezt az egyébként el nem érhető és értelmetlen célt, hogy több gyerek szülessen Magyarországon. Nagyon szépen köszönöm, Pogácsa Zoltánt hallották, közgazdász szociológust. Köszönöm szépen. Köszönöm.